sírjaink domborulnak, unokáink lebújulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent Az I.S. Gyula Pedagógiai Főiskola gyakorlóiskolájának műsorával emlékezett a közel 500 fős, elsősorban a városiskolásaiból álló tömeg az aradi vértanúk tanúság tételére. A program részeként a város vezetői, a honvédség képviselői és az iskolások koszorúzták meg a 48-as emlékművet, és kötötték fel a gyász és emlékezés szalagját. Ács-Erzső polgármester azt mondta, a mai gyerekek számára a szabadság természetes dolog, ezért kell emlékeztetni és megtanítani őket arra, hogy ezt is meg kell védeni. A 13 férfi kiállt az elveim mellett, kiállt amellett, hogy Magyarországnak szabadnak és függetlennek kell lenni, és ezért az életeket is áldozták. Én azt gondolom, hogy ezt az örökséget, ezt nagyon meg kell becsülni, teljesen mindegy, hogy hány száz év múlva ünnepeljük, pontosabban emlékezünk. Erre a napra, ennek az üzenete ez mindig hozzánk szól, és mindig hozzánk is fog majd szólni. És a fiatalok szempontjában, a gyerekek szempontjában még különösebb jelentősége van, hiszen ők talán már nem nagyon értik, hogy mit jelent az, hogy nem szabadság, vagy nincs szabadság, hiszen ők gyakorlatilag ebben nőnek fel. Az aradi hősökre emlékeztek a honvédelmi szervek képviselői a Szekszárdi Katonai Igazgatási és Érdekképviseleti Iroda emléktáblájánál. A koszorúzáson részt vett Horváth Kálmán kormány megbízott is. Ezt követően csatlakozva az országos kezdeményezéshez a kadétiskola tanulói részt vettek a Laktanya futás elnevezési akcióban. A Pákozdi csata emlékére szeptember 29-e a Magyar Honvédség hivatalos ünnepe. A 170. évfordulóra egy egész éven át tartó eseménysorozatot szerveztek. A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége is csatlakozott ehhez a programhoz. Ennek keretében csatlakozva az aradi vértanúk emléknapjához október 5-6-án országszerte megszerveztük ezt a úgymond kaszárnyafutást, ami emléket állít a megyékben meglévő katonai objektumoknak szolgáló katonáknak, ugyanúgy, mint a 48-as, az első és a második világháború hőseinek.